egy 3x3 hetes felkészülés, aminek az első 3 hete az úgy néz ki, hogy ott javarészt ilyen nagyon kemény alapozó munka lesz, az Alexa Szabolcs vezetésével, illetve ilyen egyéni képzések. És akkor a második 3 hétben már így elkezdünk egy kicsit így edzőmeccseket játszogatni. Ott már valószínűleg csatlakoznak a külföldiek is, és akkor a harmadik 3 hét a bajnokság végéig az pedig az javarészt edzőmeccsekkel fog folytatódni. Június végén a csapattal edzettünk, utána inkább a pihenésé volt a főszerep, de igyekeztünk szinten tartani magunkat, inkább futottunk, kicsi kondi, igazából így kosarazni nem nagyon kosaraztam nyáron. Milyen most a pályára újra visszatérni? Meg hogy mondjam, nagyon hiányzott már, amit mondtak itt az edzők, ez a futós része nem annyira, de az, hogy végig újra kosárlabdát folyam a kezembe, ez nagyon. Nagyon örülök neki, hogy most egy ilyen fiatalítás mellett a csapaton, így van lehetőségünk megmutatni, hogy mit tudunk. Most a felkészülés még biztos, hogy a felnőttel csináljuk, aztán már meglátjuk, hogy kimarad benne a keretbe, de remélem, hogy benne leszek, meg benne leszünk még itt páran. Egy olyan szedákot szeretnénk itt kialakítani, ami egyrészt szerethető a közönség részéről, másrészt ugye azt látják, hogy nagyon kemény, nagyon harcos, nagyon egyszerű kosárlabdát szeretnénk játszani, és egy ilyen együtt egymásért küzdő társaságot szeretnénk kialakítani. Nyilván külföldieket is így válogattuk össze, illetve hát akik megmaradtak, azoknak is a nagy része azért ilyen mentalitású és ilyen habitusú ember.